Nyolcat ütött már az óra, vár benneteket a tóra. Kedves barátaim, gyertek tanulni. Jó estét kívánok, Megyeri Jonatán vagyok. Szeretettel üdvözlök mindenkit. Ezen az esős decemberi estén. Szeretettel üdvözlöm Máté Lolát. Itt van Hochwald, Sáfrány Timi is. Itt van Majoros Timi, itt van Sára. Itt van Attila, Péter, Zoltán. Jó estét kívánok Zsoltnak, Éveinek. Szeretettel üdvözlök mindenkit, aki most csatlakozott. Több üzenetet kaptam ma, arról panaszkodtak kedves tanulótársaim, nem említem őket meg név szerint, és ez pusztán csak azért lehet, két dolog miatt lehet. Egy, nem dobja föl a Facebook a nevet, kettő, belemerülök már annyira a beszédbe, hogy nem figyelem, hogy kik vannak ott és kik nem, és ez talán így nektek jobb is, mert hogyha egész este csak a neveket olvasnám föl, akkor lehet, hogy nem tanulnánk semmit. Jó estét kívánok Károlynak, Istvánnak, Benjaminnak, Csabának, Péternek. Jó estét kívánok Ráhel, jó estét kívánok Gró Juditnak, családunk komoly barátjának, jó estét kívánok Sándornak is, természetesen. Oké. Érkezett két kérdés is, vagy hát pontosabban egy komment, meg egy kérdés, és ezekkel egy kicsit foglalkoznék is ma, mert tegnap ugye a házassági, vagy a, inkább tegnap arról beszélgettünk, hogy szükséges a szerelem a házassághoz, vagy nem szükséges, jó estét kívánok Erikának, szükséges a szerelem a házassághoz, vagy mi van előbb a házasság, vagy a szerelem, és azt bátorkodtam mondani, hogy valószínűleg jó estét kívánok Lohár Lacinak, akinek szintén köszönöm, hogy írt külön, jó estét kívánok Mihálynak, Villőnek, Csillának, Kósa Laci barátomnak, szóval, hogy arról beszéltünk, hogy tegnap azt bátorkodtam említeni, hogy a házasságban sokszor. Szóval a zsidó álláspont az az, hogy az ember ne szerelemből házasodjék, hanem a szerelem az akkor alakul ki, hogyha az ember már a másikat megismerte, már a másikkal együtt van, és mert a szerelemből, azt próbáltam tegnap elmagyarázni, lehet, hogy nem voltam teljesen érthető, hogyha valaki szerelemből házasodik, akkor ez egy olyan szerelem, ugye, tudjátok, mit eszembe jutott egy misna, amit tanultunk itt az atyák tanításaiban, az első fejezetben, azt mondja a misna, hogy kol ahava se tluja bedavár, minden olyan szeretet, nem szerelemről beszél, hanem szeretetről, amely függ valamitől, abban a pillanatban, ahogy ez a valami már megszűnik, abban a pillanatban a szeretet is megszűnik. Ugye valami, ami egy olyan szeretet, amely valamitől függ, amely valamilyen függőségi viszonyban van, valamivel, onnantól kezdve, hogy azt a dolgot elveszed, onnantól kezdve megszűnik a szeretet is. Ugye, ha én téged azért szeretlek, mert szép vagy, akkor abban a pillanatban, hogy elmúlik a szépséged, abban a pillanatban már téged se szeretlek, mert én tulajdonképpen nem téged szerettelek, hanem a szépségedet szerettem. És ez a dolognak a nyitja. Ha én azért szeretlek téged, mert szép vagy azért szeretlek téged, mert okos vagy, akkor valójában nem téged szeretlek, hanem a szépségedet, vagy az eszedet, az okosságodat. És abban a pillanatban, hogy elveszem azt a dolgot, abban a pillanatban, hogy a szépség megszűnik, mert pedig a szépség az, hát ha nem is szűnik meg, de legalábbis átalakul, ugye, abban a pillanatban, akkor lehet, hogy a kapcsolatunk is átalakul. És akkor egy nap arra ébredünk, hogy a mellettünk élő ember, az egy idegen, számunkra idegen ember. Azért, mert tulajdonképpen nem az emberbe voltunk szerelmesek, hanem a szépségébe, az eszébe, a pénzébe, a sikerébe, stb. És én azt bátorkodtam tegnap mondani, hogy ha valaki azért veszel más valakit feleségül, mert szerelmes, akkor az a szerelem az is tulajdonképpen egy ilyen független, egy ilyen misztikus dolog, mint amilyen a szépség, vagy az okosság, vagy a humor, vagy ilyesmi, és abban a pillanatban, hogy megszűnik a szerelem, onnantól kezdve a két ember idegen egymástól. És egy kedves tanulótársunk eszembe jutatta, talán ezt már, sőt már biztos, hogy említettem többször is, a Hegedűs a háztetőn című filmben, ugye ez totálisan ideillik a téma, az azt írja, kedves tanulótársunk, tegnap beszéltél az érzésekről, szerelemről, házasságról, láttam egy filmet, Hegedűs a háztetőn, ott a teljes ember megélte, hogy a lányai szerelmesek lettek. Hazament és megkérdezte Goldát, a feleséget, Golda, szerezte engem, mire a feleség azt hitte, hogy megbolondult, és válaszolt, négy gyerekünk van, együtt vagyunk, jóban, rosszban, hát ez nem szereleme. Gyönyörű és okos válasz. És talán korábban említettem, a kedves tanulótársunk erről lemaradt, de akkor most megismétlem, a Hegedűs a háztetőn, mert ez a mondat, ez nem tudom, hogy az író szándékosan vagy véletlenül, de Bashevis Zinger, aki írta a könyvet, Yitzhak Bashevis Zinger, aki írta a Tevi a teljes ember című könyvet, amiből aztán készült a musical,
ő nagyon jól kellett ismerje azt, hogy mi a zsidó hozzáállás a házassághoz. Ugyanis valóban ez történik. Ugye mi történik? Ott él Tevje és a felesége Golde, egyszerű, ott élnek valahol Oroszországban, egy kis stetlben, egy kis faluban, egyszerű életet élnek, három lányuk van, általános szegénységben élnek, hogy a zsidók azon a területen akkoriban éltek, és a lányok egyszer csak szerelmesek lesznek. A legnagyobbik lányuk az szerelmes lesz, ami már önmagában furcsa, hogy nem a szülők választanak vőlegényt a lánynak, hanem a lány maga dönti el, hogy meg szeretne házasodni, vagy kivel szeretne megházasodni. Ez már eleve furcsa, de ezt még benyeli Tevje, és benyeli a felesége Golde, mint ilyen tradicionális emberek. Ezt még el tudják fogadni. A második lányuk azonban beleszeret egy nem vallásos zsidó, ugyan zsidó, de nem vallásos srácba, aki egy ilyen kommunista, nem is tudom, forradalmár jelölt, és ebbe beleszeret ez a lány, és ezt is a szülők már nagy nehezen, de még elviselik, hiszen a gyerek hát végül is zsidó, az is igaz, hogy kommunista, és az is igaz, hogy nem vallásos, és az is igaz, hogy bajba fog kerülni, és mit tudom én, de ezt még elviselik a szülők, bár hát ez is nyilvánvalóan számukra rendkívül furcsa, és aztán ott lesz a harmadik kislány, a harmadik gyerek, aki viszont beleszeret egy nem zsidó fiúba, és erre már ugye ezt már nem tudja bevenni a gyomruk Tevjének sem, meg Goldénak sem, és ez teljesen érthető. De még amikor az első gyerek szerelmes lesz, hogy akkor a Tevje megígéri a lányának, hogy hát a feleségének, majd az anyjának, majd szépen lassan beadagolja, hogy hát tulajdonképpen ő engedélyt adott arra, hogy a nagyobbik lány hozzámenjen ehhez a zsidó szabóhoz, ez a zsidó fiúhoz. És most az első lányról beszélünk, és akkor mondja Goldénak, hogy hát mit lehet csinálni, a gyerek szerelmes. És akkor megkérdezi a Tevje a feleségét, hogy te mondd Goldát, te tulajdonképpen szeretsz engem? És akkor a Golda azt mondja, hogy nem értem a kérdést, ugye? Do you love me? Szeretsz engem? Ugye megkérdezi Tevje, do you love me? Szeretsz engem? És akkor a feleség kérdezi, hogy nem értem? 25 éve mosok rád, főzök rád, gyerekeket szültem. Mi a szerelem, ha nem ez? Ugye eznek van egy nagyon szép párbeszéd és egy gyönyörű dal, de a lényeg az mégiscsak ez, hogy azt mondja Golde, azt mondja a nő a Tevjének, hogy az elmúlt 25 évben neked adtam magam. Én a tiéd voltam, én a tiéd vagyok. Mi a szerelem, ha nem ez? Mi lehet más a szerelem, mint a totális önfeláldozás, mint amikor a saját egómat, a saját önzésemet, a saját önzőségemet teljességgel anulálom, és átadom magamat neked. Miért fontos ez a dolog? Ez azért fontos, mert azt mondja a Tóra, amikor azt mondja a Tóra, vel haftaetes, Mózes 5. könyvében, vel haftaetes semmelo kecha, szeresd az örökkévaló Istenedet. Hogy lehet szeretni? Mit jelent az szeretni az örökkévaló Istent? Mit jelent az, hogy szeretni Istent? Mit jelent az, hogy szeretni Istent? Ez mit jelent? Mindannyian mondjuk, szeretem Istent. Oké, és ez mit jelent tulajdonképpen? Olyan szeretet, amely nem manifestálódik semmilyen gyakorlati cselekvésben, az csak pusztán duma, az csak pusztán szájtépés. Ugye? Korábban azt mondtam, hogy ha valaki, hogyha egy férje azt mondja a feleségnek, hogy drágám, én nagyon szeretlek téged, te vagy az én szerelmem, de közben, miközben ezt mondja, vagy miután mondja, utána semmit nem érdekli, ami a feleségének fontos, nem érdekli, hogy a felesége mit szeretne, nem foglalkozik a feleségével, megcsalja a feleségét, és így tovább, és így tovább. Egyáltalán olyan életet él, amiben a szerep felesége, mint a felesége, semmilyen szerepet nem játszana. Most, hogyha egy ilyen pasi azt mondja, hogy egyébként drágám, én nagyon szeretlek téged, akkor ez mit ér ez a szeret? Mit ér ez a mondás? Ennek semmilyen gyakorlati jelentősége nincsen. Sőt, egy duma. Ráadásul nem is igaz. Ha számomra test egyáltalán nem vagy fontos, és semmi sem fontos, ami számodra fontos, akkor én hogy mondhatom azt, hogy szeretlek téged? Ugyanez igaz Istennel. Amikor a Tóra azt mondja, Mózes 5. könyvben azt parancsolja, hogy szeresd az örökkévalót, a te Istenedet, egész szíveddel és egész lelkeddel és minden tehetségeddel. Ugye? Akkor tulajdonképpen mire gondol? Nyilvánvalóan nem arra gondol, hogy az ember kijelenti és büszkén veri a mellét, hogy én szeretem Istent.
hogyha ez semmilyen módon nem manifestálódik a cselekedeteiben, hogyha ez semmilyen módon nem mutatkozik meg abban, ahogy él, ahogy viselkedik, ahogy beszél, és ahogy gondolkodik, akkor ez tulajdonképpen üres fecsegés. És amit a hegedűs a háztetőben mondunk, vagy látunk, az tulajdonképpen a válasz erre a kérdésre, hogy amikor a Golda azt mondja a tevének, hogy én 25 éve feláldoztam magam, 25 éve én érted élek. Az én életem az a te életed, és a te életed az az én életem. Mindenemet feláldoztam miattad. Ha ez nem szerelem, akkor mi a szerelem? Mi a szeretet, hogyha nem ez az igazi szeretet? Tehát az ember és Isten viszonylatában is az igazi szeretet, az csak is kizárólag az önfeláldozás lehet. Mit jelent az, hogy önfeláldozás? Az azt jelenti, hogy az ember hátrébb teszi, hátrébb sorolja prioritásokban, hátrébb sorolja a saját érdeke, vagy a saját vágyait, és a saját szükségleteit, és koncentrál Isten vágyaira, és Isten szükségleteire. Igen, jól hallottátok, Isten vágyaira és Isten szükségleteire. Mert Istennek vannak vágyai, és Istennek vannak szükségletei. És az a tény, hogy az örökkévaló tökéletes, az a tény nem változik azáltal, hogy kijelentjük, hogy Istennek vannak szükségletei. Csak úgy, mint az örökkévaló tökéletes, a szükségletei is tökéletesek. A Midrás egy helyen, a Midrás Tanhuma, az egyik Midrás gyűjtemény azt mondja, azt tanítja, hogy a teremtő vágyott egy lakhelyre, egy hajlékra, ezen a legalsó fizikai világon. Nisavia Kadosh Baruch Hu, liot lo dirá betachtonim. Vágyott az örökkévaló arra, hogy legyen egy lakhelye itt a legfizikaibb világban. Ez lenne a mi feladatunk. Az örökkévalónak lakhelyet biztosítani ezen a fizikai világon. Ez a mi dolgunk, ez a mi küldetésünk. A teremtőnek otthont nyújtani ezen a fizikai világon. Hogyan tudunk a teremtőnek otthont nyújtani ezen a fizikai világon? Úgyhogy beengedjük a teremtőt ebbe a fizikai világba. Hogy helyet csinálunk neki. Hogy életünk minden mozzanatába beengedjük Istent. Isten velünk van, amikor. És nem csak, mert ő velünk van. Azt tudjuk, hogy ő velünk van, anélkül, hogy mi beengedjük. De vajon mi akarjuk-e, hogy ott legyen? Vajon mi vágyunk-e arra, hogy ott legyen? Amikor alszunk, amikor eszünk, amikor iszunk, amikor beszélgetünk, amikor sportolunk, amikor dolgozunk, amikor pihenünk, amikor a családunkkal vagyunk. A teremtő nem csak, hogy az tényszerű, hogy ő ott van, de nem csak, hogy ott van, hanem nekünk kell, ha úgy tetszik, szívesen látnunk ott. Mert ő ott van, a kérdés az, hogy mennyire látjuk őt szívesen. Ez lenne a lényege annak, hogy a teremtőnek hajlékot készítünk ezen a világon. Ez lenne az Isten szeretet. Az Isten szeretet az, ami manifestálódik cselekedetekben. Ami megmutatkozik abban, hogy hogyan élsz, hogyan gondolkodsz, hogyan cselekszel, hogyan beszélsz, hogyan viselkedsz másokkal, saját magaddal, másokkal, Istennel. Úgyhogy ez a hegedűs háztetőben, ez a mondat, ez nem egy félvárról veendő mondat. Ez egy nagyon is komoly mondat. Az, hogyha ha én önfeláldozom magamat Istenre, az az igazi szeretet. Mi a szerelem? Ugye amikor 25 éve mosok rád, és főzök rád, és gyereket szültem neked, és stb., ahogy mondja Golda, mi a szerelem, ha nem ez? Ez a szeretet. A szeretet az önfeláldozás. Az, amikor a saját vágyaidat hátrébb sorolod a másik vágyainál. Ugyanez vonatkozik a házasságra is. Ugye szokták mondani, ezt úgy szokták divatosan megfogalmazni, hogy a házasság kompromisszumból, hogy a kapcsolat, az emberi kapcsolatok, a barátság, a házasság kompromisszumból áll, kompromisszumokból áll. Mit jelent az, hogy kompromisszum? Azt jelenti, hogy a saját vágyaidat hátrébb sorolod a másiknak a vágyainál. És a házasság sokkal többről szól, mint kompromisszum, mert a kompromisszum még nem is jelenti feltétlenül azt, hogy hátrébb sorolod, csak azt, hogy legalább egyenrangúnak veszed. Amikor azt mondják, hogy a házasság kompromisszumból áll, az azt jelenti, hogy a te vágyaid és a párod, vagy a feleséged, férjed vágyai, azok egyenrangúak a te vágyaiddal. De ennél a házasság sokkal többről kell, hogy szóljon, ez arról kell, hogy szóljon, hogy a te vágyaidat hátrébb sorold
a másiknak a vágyainál. A te szükségleteid hátrébb vannak a szükségleténél. Gondoljatok bele, ez érvényesül, ugye mit szoktunk mondani, hogy ki az ember, akit az ember feltétlenül szeret, azt szoktuk mondani, hogy a saját gyerekét az ember feltétlenül szereti. Ez azt jelenti, ha belegondoltok, úgy néz ki a dolog, hogy azért abban manifestálódik, hogy a gyerekemet jobban szeretem saját magamnál, hogy a gyerekem vágyai, a gyerekem szükségletei prioritást élveznek az én szükségleteim felett. Vagy előtt. Ugye? Ha csak egy falat ételem van, akkor azt a gyerekemnek fogom adni, és nem pedig nekem. Ezt jelenti az önfeláldozás. És ezt jelenti a szeretet is egyben. A szeretet nem lehet más, mint áldozat, mint önfeláldozás. És akkor megérthetjük azt, hogy a Teremtő miért, Isten miért parancsolta meg Ábrahámnak, hogy áldozza föl a fiát Izsákot, akitől egyébként a zsidó nép kellett, hogy származzon. És ezért nem értette, hogy Ábrahám, hogy mi szükség van erre az áldozatra. Ábrahám nem értette, mert azt hitte, hogy nem értette, mert tudta, hogy Izsáktól kell, hogy származzon a zsidó nép, és Isten megígérte Ábrahámnak, hogy megsokasítja a gyermekeit és a leszármazottjait, de valójában tudta, hogy az áldozathozatal, az, hogy valamit, ami kedves számunkra feláldozunk, ami a mi prioritási listánk elején szerepel, azt hátrébb soroljuk azért, mert valaki másnak a prioritási listáján máshol szerepel, ezt hívják igazi áldozatnak. Ezt hívják igazi szeretetnek. Ez lenne az Isten szeretet. Így bizonyította Ábrahám, hogy szereti Istent, hogy az ő, ami számára fontos, azt hátrébb sorolta ahhoz képest, ami Isten számára volt fontos. Nála Isten volt az első. Amikor az ember nézi Hegedűs a háztetőn, talán nem is gondol bele, hogy itt milyen mély mondani valók vannak ebben a egyébként nagyon szép filmben. Nyilván a zenéje is nagyon jó, de ez egy nagyon-nagyon mély gondolat. És ez tipikusan az a gondolat, ahogy a zsidóság tekint a világra és az emberi kapcsolatokra és a szerelemre úgy általában. Tegnap is mondtam, és ezt fenntartom, ezt a véleményemet ma is, a szerelem az messze túlértékelt. Egy messze túlértékelt. Nem azt mondom, hogy nem fontos, ilyet nem mondok. Isten ments, és ne értsetek félre. Nem azt mondom, hogy nem fontos, azt mondom, hogy az a mód, az a tény, vagy annak a módja, ahogy a szerelmet isteni, a szerelem tényét istenítik ma a 21. században, ez messze túl van misztifikálva. Mert a szerelem fontos ugyan, és a szerelem eszenciális ugyan, de nem kell túl misztifikálni. Nem kell neki nagyobb jelentőséget tulajdonítani, mint amekkorát megérdemel. Oké. Okay. Azt kérdezi egy másik tanulótársunk, hogy áll a zsidó vallás a természetes gyógymódokhoz, ahhoz, hogy a testi betegségek lelki eredetűekkel és a gyógyításukkal. Azért kérdezem, mert én hiszek abban, hogy legalább legtöbb testi betegségünk lelki alapú, és ezt most meg is tapasztaltam, és így tovább, nem akarom kiadni a tanulótársunk kilétét. A természetes gyógymódokról ugyanaz a vélemény a zsidóságnak, mint a nem természetes gyógymódokról. Minden gyógymód, ami a beteg gyógyulását szolgálja, az fontos, az üdvözítő, és így tovább. A zsidóság elismeri természetesen. Nincs olyan a zsidóságban, ami ellent mondana a tudománynak, és elismeri természetesen a zsidóság, hogy vannak olyan betegségek, amelyek lelki eredetűek, vagy lelki természetűek. És nem csak, hogy vannak lelki természetű betegségek, mint például a depresszió, vagy a skizofrénia, meg egy csomó más lelki természetű betegség, a szorongás, és így tovább. Vannak nem csak lelki természetű betegségek, de természetesen vannak olyan betegségek, amelyek lelki okból, tehát hogy pszichoszomatikus betegségek. Hogy az embernek valamilyen lelki állapota miatt történt valami félpéle fizikai betegség. Hát ez teljesen, tudományosan teljesen bizonyított, hogy a szorongás és a melankólia az tud okozni gyomorfekétől kezdve rákon keresztül mindenféle más borzasztó és tragikus betegségeket. És ennek megfelelően, csak úgy, mint minden más betegségnél, a legfontosabb, amellett, hogy az ember ugye gyógyítja a betegeket, ami egy Istentől adott, vagy Istentől származó kötelességünk, hogy gyógyítsuk a betegeket, a legfontosabb, az mégis a megelőzés.
a mesterem, a Lubavitch Rebbe számos alkalommal beszélt erről, hogy mennyire fontos az egészség megőrzés, vagy ha úgy tetszik, a betegség megőrzés. Ugyanis a Lubavitch Rebbe is jól tudta, mint oly sok más ember, hogy sokkal könnyebb egy betegséget megelőzni, sokkal kevésbé fájdalmas és tragikus egy betegséget megelőzni, mint egy már meglévő betegséget gyógyítani. Ugye? Hogyha az ember, csak egy egyszerű példát mondjak, ha az ember egészségesen táplálkozik, jó lehet, ez nem könnyű, és sokszor komoly áldozatokkal jár, nem megenni azt a, nem tudom, cukros dolgot, vagy nem megenni azt a fehérlisztes dolgot, vagy mit tudom én, de még mindig sokkal könnyebb, mint amikor az ember mondjuk meghízik, és onnan lefogyni. Sokkal-sokkal könnyebb. Sokkal könnyebb megtartóztatni magadat néha, mint utána például kövérségből, vagy kövérből visszafogyni valami elfogadható állapotra. Úgyhogy a prevenció, az egészségmegőrzés, az lényegesen fontosabb, mint vagy nem azt mondjam, hogy lényegesen fontosabb, hanem legalább akkor hangsúlyt kell kapjon, mint a gyógyítás, az egészségmegőrzés. Ugye a Tóra úgy fogalmaz, ven ismertem etnafsotéchem meod, és őrizzétek nagyon a lelketeket, azaz vigyázzatok az egészségetekre. Bölcseink úgy fordítják ezt a verset, úgy értelmezik ezt a Tórának ezt az utasítását, ven ismertem lenafsotéchem meod, úgy értelmezik, hogy ez az egészségmegőrzést jelenti. Az ember mindent köteles megtenni azért, hogy ne károsítsa a testét, ne károsítsa az egészséget. Oké. Okay. Ezek voltak a mai kérdések, még van egy kis idő arra, hogy beszéljünk a 6. fejezet 7. misnájáról. Ugye legutóbb befejeztük a 6. fejezet 6. misnáját, most pedig a 6. fejezet 7. misnája következik. Azt mondja a misna: Gdolá Torá se hino tenet chaim leoseá beolam haze u beolam habá. Nagy dolog a Tóra, mert életet ad a művelőinek, életet ad annak, aki ezzel foglalkozik, mind ezen a világon, mind pedig a túlvilágon. Se ne már, hogy mondva van, ki chaim hem lemoceihem, mert élet, úgy van írva, mert életet adnak a Tóra szavai azoknak, azoknak, akik megtalálják őket, és gyógyulás lesz egész testüknek. Az előbb pont gyógyulásról beszéltünk, akkor itt van a gyógyulás, itt persze spirituális gyógyulásról van szó. A Tóra, tehát a misna kijelentése szerint az életet ad a művelőinek ezen a világon, és életet ad a túlvilágon. Mit jelent az, hogy életet ad a túlvilágon? Az először nézzük meg, az mert ez egyszerű. A túlvilág életet biztosítja, ez viszonylag egyszerű. Azaz részesül az ember a jövendő világban, hogyha a Tóra szavaival foglalkozik. De mit jelent az, hogy életet ad ezen a világon? Mert ez egy kicsit nehezen megérteni. Ugye a Tóra nem könnyű, a Tórát megtartani jelentős önfeláldozással, jelentős áldozattal jár. De ez az élet. Ez a valódi élet. Akkor az ember akkor él igazán, hogyha benne rejlő potenciált megvalósítja. Szerintem nagyon kevesen fogtok velem vitatkozni, hogyha ezt kijelentjük, hogy az élet az akkor nevezhető igazi életnek, hogyha a bennünk rejlő potenciál megvalósul. Ha kimaxoljuk, ahogy ma szokták mondani időtosan, ha kimaxoljuk a bennünk lévő potenciált, akkor éltünk igazán. Ha az életünk csupa elvesztegetett lehetőség, akkor hiába éltünk. Erről is beszéltünk korábban, hiába él az ember 80-100-120 évet, hogyha egy percet sem él igazán. Mikor élsz igazán, hogyha kimaxolod a benned rejlő potenciált? Mi a benned rejlő potenciál? Az, amit Isten nyújtott neked, az, amit Isten beléd helyezett. Honnan tudod meg, hogy mi a benned lévő potenciál? Le van írva a Tórában. A Tóra parancsolatai azok a benned lévő potenciál. Isten szolgálata a benned lévő potenciál. Isten szolgálata a Tóra parancsolatai által. Ez a benned lévő potenciál. Ugye, jó ideig, több mint 15 évig dolgoztam kereskedelmi televízióban,
először korábban a Viaszatnál, aztán a TV2-nél, és a kereskedelmi televíziókban vannak ilyen, biztos láttátok, ti biztos figyeltek tévét, vagy vannak köztetek, akik figyelik a televízió műsorokat, és vannak a televíziókban ilyen varieté műsorok, mint a TV2-ben volt a Sztárban Sztár, az egy ilyen varieté műsor volt, vagy a Megasztár, az is egy ilyen varieté műsor volt, amikor még ott dolgoztam a TV2-nél, nem tudom most milyen műsorok vannak, de vannak ilyen varieté műsorok, amikor ott van közönség. Akkor van egy show, és van közönség. Most a közönség egy része, az amellett, hogy vannak vendégek, meg mit tudom én, a közönségnek egy része azok fizetett statiszták. Azok fizetett statiszták. Fizetünk azért, hogy valaki ott üljön, és amikor a kamera pásztázza a közönséget, akkor ne üres pacsorokat lássunk, hanem teli pacsorokat mindenféle emberre. De tulajdonképpen most vannak a fizetett statiszták, ugye, és akkor van egy tapsoltató ember, vannak ilyen tapsoltató emberek, akik ott állnak, nem mindig lehet őket látni, és amikor valami poén elhangzik, akkor ők föltartják a kezüket jó magasba, és mutatják, hogy most kell tapsolni, meg most kell nevetni, meg most kell szomorúnak lenni, meg be kell búzni, meg most kell... Na most, lehetsz az életben, a te életedben, lehetsz statiszta. Lehetsz olyan, aki ott áll, ott ül a nézőtéren, és érdektelenül nézi, hogy mi zajlik a színpadon. Vagy lehetsz az életben színész, vagy játékos. Lehetsz néző, vagy mint a futballban. Lehetsz néző, ugye manapság nagyon divatos futball analógiákat mondani, szóval mint a fociban lehetsz néző, vagy lehetsz játékos. Lehetsz olyan, akin keresztül megy az élet, és lehetsz olyan, aki keresztül megy az életen. Lehetsz olyan, akin átmegy az élet, és lehetsz olyan, aki átmegy az életen. Nem ugyanaz. A mi feladatunk az játékosnak lenni. Lent legyünk a pályán, fönt legyünk a színpadon. Nem a közönség, a statiszták, akik tapsoltató emberekre tapsolnak. Mert lehet, hogy ott vagy, lehet, hogy jelen vagy. Lehet, hogy ott vagy, de nem vagy igazán ott. Akkor vagy igazán ott, hogyha nem te vagy, aki nézi, hogy mi történik, hanem te vagy az, aki a történéseket irányítja. Kedves barátaim, ma ennyire futott a tőlem. Köszönöm szépen, hogy ilyen sokan itt voltatok ma is. Köszönöm a kérdéseket, köszönöm a nagyon őszinte üzeneteket. Ma is kaptam egy olyat, amitől őszintén, hogy nagyon... nagyon elérzékenyültem, és igazán nagyon jól esett. Köszönöm szépen, hogyha ilyeneket is írtok. Nagyon-nagyon jól esett, erőt ad a folytatáshoz. Köszönöm, ha megosztjátok velem gondolataitokat. Isten áldjon benneteket, jó egészséget, és találkozunk holnap este 8 órakor Isten segítségével.